Turisztikai fejlesztések. Több mint 300 ezer ember dolgozik a turizmusban, ami az egyik legjobban fejlődő ágazat Magyarországon, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Megfelelő a mennyiség, a tavalyi rekordhozam ugyan elmarad a megyében, azonban az idei hektáronként 78 mázsás átlagtermés is jónak mondható a kukorica esetében. Új polgári perrendtartás. A megváltozott jogszabály célja a perek lerövidítése és a bírósági gyakorlat törvényi szintre emelése. Több mint 300 ezer ember dolgozik a turisztika területén. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A maga számadat is bizonyítja, hogy jelenleg ez az egyik legjobban fejlődő ágazat Magyarországon, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A belföldi turizmus élénkült a legjobban az elmúlt években, ezért a megyei közgyűlés egy 50 megvalósítási helyszínt érintő turizmusfejlesztési stratégiát dolgozott ki. Az elmúlt időszakban a turisztika az egyik legerősebb húzóágazattá nőtte ki magát térségünkben is. Ez köszönhető a már korábban elindult fejlesztéseknek és beruházásoknak, valamint a folyamatosan igényelhető támogatásoknak. Ezek főként a kisebb vállalkozásoknak jelentenek nagy segítséget és folyamatos munkát. Emellett pedig munkahelyeket is teremt, jelenleg több mint 300 ezer ember dolgozik ebben az ágazatban. Örömmel látjuk azt, hogy az országnak azokon a vidékein, ahol viszonylagos lemaradás van más régiókhoz képest, a turizmus sokkal gyorsabban tud fejlődni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, vagy éppen Jászlón-Kunszolnok megyébe is ez a helyzet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is ezek közé tartozik. Nagyon komoly a belföldi turizmusnak a növekedése. A turizmus összességében egy olyan 10%-kal növekedett évente az elmúlt időszakban, de azt látjuk, hogy ezen belül a belföldi turizmus sokkal inkább meg tudott mozdulni. Ezt igazolják vissza a számok is. Nagyon örülök annak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is több olyan vállalkozói pályázat, beruházás indult el az elmúlt időszakban, amit vagy hazai forrásból, vagy uniós forrásból tudtunk támogatni. A térségünket érintő beruházások a délnyírségi, a szatmár-beregi, a rétközi, valamint a felső-szabolcsi területeken fognak megvalósulni. A fejlesztések 42 konzorciumi partner részvételével több mint 50 megvalósítási helyszínt érintenek, és alkalmazkodnak az országos turizmusfejlesztési koncepcióhoz is. 16% lenne az a megcélzott arány, amit az GDP-ből 2030-ra a turizmus ágazatnak kellene teljesítenie. Ehhez megfelelő szolgáltatások kellenek, szállodák kellenek, vendéglátóhelyek kellenek, de kellenek olyan turisztikai attrakciók is, amelyet ebből a megyei programból valósítunk meg, illetve az országos program ennek a 4-5 milliárd forintnak a sokszorosát irányozza elő turisztikai attrakciók fejlesztésére egyébként a megyében is. A közgyűlés elnöke hozzátette, térségünkben főleg a természetközeli attrakciók népszerűek, ami az infrastruktúrális fejletlenségből fakad, azonban ez az elmaradottság akár előnye is fordítható. A települések fejlesztési programjai egymást erősítik, így összehangolt térségmarketinget eredményeznek majd a megyében. A tavalyi rekordhozam ugyan elmarad a megyében, azonban az idei hektáronkénti 78 mázsás átlagtermés is jónak mondható a kukorica esetében. Ugyanez a tendencia tapasztalható a napraforgó termés mennyiségét illetően is, tájékoztatta iradunkat Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke elmondta, a nyári hőség és az aszályos időjárás itt is éreztette negatív hatását a mennyiségben, azonban a kultúrnövény minősége és felvásárlási árával elégedettek lehetnek a gazdák. Több mint 96 ezer hektáron termeltek az idén kukoricát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nyári hőhullámok itt is megtették hatásukat, azonban nem okoztak akkora terméscsökkenést, mint Magyarország más területein. A nyári meleg és az aszály következtében ugyanis jelentős eltéréseket mutatnak a termésátlagok a különböző térségekben. Ennek következtében országosan elmarad a tavalyi 8,6 tonnás rekordhozam, és körülbelül 20-30%-kal kevesebb kukoricát takarítottak be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkent a termés mennyiség, azonban nem drasztikusan. Elmondható, hogy az időjárás az idei nyáron kedvezett ennek a kultúrnövénynek. Az aratás időszakában még egy jó csapadékot elbírt volna a megyének a déli része, de az többségében megkapták ezeket a csapadékokat, és a szem szépen kifejlődött, utána jött egy aszályos időszak, ami pedig annak kedvezett, hogy a nedvességtartalom
az átlagostól alacsonyabb, így kevés szárítási költség merül fel. A termés átlagok, ha a megyét összességében nézzük, akkor alig marad el a tavalyi csúcstermésről, elmondhassuk, hogy a közepestől egy magasabb átlagtermés várható. Ez megyei átlagban 78 mázsát jelent hektáronként. Persze a térségben is vannak eltérések a termés mennyiségét illetően. A déli, kevesebb csapadékot kapott területeken így például a termés átlag alacsonyabb. A betakarított kukoricát kis mennyiségben az állattartásokban használják fel takarmányként, legnagyobb része a felvásárlókhoz kerül. A gazdáknak idén kedvezően alakul a felvásárlási ár, akár 4300-4500 forintért is értékesíthetik mázsáját a kultúrnövénynek. A napraforgó betakarítás is befejeződött, itt is országosan csökkenés tapasztalható a termés mennyiségben a nyári asszály miatt. A megyében sem kimagasló a napraforgó termés, azonban így is elégedettek lehetnek a gazdák. A 3 tonnán felül van a megyei átlag, ami én úgy gondolom, hogy ha megyére vetítsük, itt azért előszokott fordulnak 2,5 és a 2,8 is, akkor nem panaszkodhatunk, fölötte vagyunk most is. A tavalyit azt nem érjük el, az 3,2 tonnán is felül volt, de most a 3,1-hez közeli megyei átlaggal elégedettek vagyunk. A mennyiség mellett a minőséggel sincs probléma, az is megfelelő idén a napraforgó esetében. Az ország nagy részében csökkentek a felvásárlási árak tavalyhoz képest, Rácz Imre tájékoztatása szerint azonban a megyében ez a tendencia nem tapasztalható. Új polgári perrendtartás lép hatályba 2018. január 1-én. Ez alapjaiban változtatja meg a polgári perek szabályait hazánkban. Az új jogszabály célja a perek lerövidítése és a bírósági gyakorlat törvényi szintre emelése. Évente mintegy 1,5 millió ügyet kell tárgyalni a bíróságoknak. Ezek közül több százezer a polgári peres ügy. Egy régi 1952-es törvény sokadik módosítása várható 2018. január 1-től. Az országgyűlés még tavaly novemberében fogadta el a polgári társadalom egyik legjelentősebb alapkövének számító polgári perrendtartásról szóló törvény módosítását. A 2010-ben kezdetét vevő kodifikációs hullám elérte ezt a jogszabályt is. 2010-ben számos jelentős jogszabály módosult, a büntetőtörvénykönyv, a munkatörvénykönyve, a polgári törvénykönyvnek a kodifikációs folyamata is erre az időszakra tehető, és nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi gazdasági viszonyokhoz, amelyek megváltoztak, igazítani kell a polgári perrendtartásnak a szabályait is. Az általam nagyra becsült és köztünk már nem élő dr. Lábadi Tamás volt alkotmánybíró, pécsi ítélőtábla elnöke fogalmazta meg azt, hogy az észszerűen eljáró józan embernek a képe meg kell, hogy jelenjen most már, nem csak meg kell, hogy jelenjen most már a magyar magánjogban is, amely egyébként a külföldi magánjogban már évtizedek óta jelen van. Ez azt jelenti, ha az állampolgároknak valamilyen követelésük van, azt észszerű időn belül tudja a bíróság előtt érvényesíteni, ha peren kívül nem tudott megegyezni a másik féllel. A járásbíróság előtti perekben továbbra sem lesz kötelező a jogi képviselet. A perindítás továbbra is keresettel történik majd. A per követelményeinek megfelelően azonban ennek formai és tartalmi követelményei jelentősen megszigorodnak. Tulajdonképpen két felvonásból fog állni a polgári per. Jogászilag úgy mondjuk ezt, hogy osztott perszerkezet lesz az eljárás során. Az első szakasz az a perfelvételi szak lesz. A nevéből is adódik, hogy mi fog itt történni, megalapítjuk a pert, felvesszük a pert. És ezt követi majd a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően az érdemi tárgyalási szak. A jelenleg hatályos polgári perrendtartás szabályai szigorú bírói pervezetés mellett is lehetőséget biztosítottak a pereskedő felek számára, ahhoz, hogy a pert elhúzzák is, 2-3 éven túli ügyekről is beszélhetünk. A jogalkotó célja, hogy észszerű időn belül befejeződjenek a perek, ezért az érdemi tárgyalás időszakában új bizonyítékokat már nem fogadnak el. Augusztus végéig országosan 90 ezer hagyományos revíziót és 155 ezer úgynevezett támogató jellegű ellenőrzést indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A támogató eljárások 11 milliárd forint bevételt hoztak. Az adóhivatal munkatársai a megyében is számos támogató eljárást indítottak, elsősorban külföldi bevételből származó jövedelmek esetében. Közel 500 000 magánszemély jogviszonyát rendezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a támogató eljárások során augusztus végéig. Ezek az ellenőrzések országosan 11 milliárd forint bevételt jelentettek. A vizsgálatoknál a járulékbevallások adatait vetették össze a kockázatelemzők, a bejelentő és a változás bejelentő lapokon szereplő információkkal. Eltérés esetén a vállalkozókat az adóhivatal kereste meg, de nem azért, hogy a mulasztás miatt bírságot szabjon ki, hanem azért, hogy segítsen. A támogató eljárások lényege, hogy azokra a hiányosságokra, illetve mulasztásokra hívjuk fel az adózók figyelmét, amelyeket a közelmúltban felfedeztünk. Itt mulasztási bírság kiszabása nélkül próbáljuk meg elérni az adózási kötelezettség teljesítését, legtöbb esetben sikeresen. Legtöbb esetben elegendő egy telefonos egyeztetés is az adózóval, amelyben csak jelezzük azt a fajta mulasztást, amelyet elkövetett, amit utána pótolni tud, vagy személyesen, vagy akár az ügyfélkapunk keresztül is. Az adóhivatal a megyében a támogató jellegű ellenőrzésekhez kapcsolódóan többféle eljárást is végzett. Ez azt jelenti, hogy általában külföldi bevételből származó jövedelmek adóvonzatára hívtuk fel az adózóknak a figyelmét. Ez azt jelenti, hogy kamatjövedelemre, vagy esetlegesen külföldi alkalmi munkából származó jövedelemre hívtuk fel, adóköteles jövedelemre hívtuk fel a figyelmet. Ilyen esetekben az adózó gyakran elfelejtik, hogy Magyarországon is lehet adóvonzata a megszerzett jövedelemnek. Természetesen ezeket, hogyha befizetik, mulasztási bírságra nem számíthatnak. Illetve a bevallásokkal kapcsolatos mulasztásokra, valamint a szállásai szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentési és befizetési kötelezettségekre hívtuk fel a figyelmet. Az adóhivatal rendezte azokat az eseteket is, amikor egy adott cég úgy fizette ki a nem jelentett alkalmazott után a közterheket, hogy az illető már nem is ott, hanem egy másik társaságnál állt alkalmazásban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal emiatt több millió forintot utalt vissza az érintett vállalkozóknak. Energetikai beruházások kezdődnek Nagykállóban, és inkubátorház is épül a településen. A megvalósuló fejlesztésekről hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Az eddig gyengébben teljesítő Gyula együttesét fogadta a Sunshine Nyikse a férfi kosárlabda MB2-ben. Szombaton az Ajka érkezik a Szabolcsi megye székhelyre, ellenük már mindenképp győzelmet remél az eddig pont nélkül álló nyíregyházi Teke csapat. €394 millió újulnak meg önkormányzati épületek, köztük az általános iskola és Nagykállóban a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően. A beruházások az oktatási intézmény energetikai korszerűsítését szolgálják, egy másik, közel 600 milliós forrásból pedig vállalkozói inkubátorházat építenek a településen. Pályáztak és nyertek. Nagykálló önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretében jövőre számos beruházást indíthat el az épületek energetikai korszerűsítése területén. A fontos tennivalók közé tartoznak az általános iskolák fűtési és szigetelési felújításai. Nyertünk most legújabban 394 millió forintot. Ez épület energetikára nyertük. Az általános iskolánknak az alsó felső tagozatának a fűtés korszerűsítése, szigetelése, homlokzat felújítása, nyilászáró csere, napkollektorok létesítése használati melegvíz miatt kell. A források kiutalása már megtörtént az önkormányzat részére. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, amit a vállalkozókkal való szerződéskötés követ. Ennek befejezése után az önkormányzat már jövő áprilisban szeretné elkezdeni a munkálatokat, és így 2018 őszén megtörténhet a felújított korszerű iskolák átadása. A nagykállói vállalkozóknak is segít az önkormányzat, hiszen a terület és településfejlesztési operatív program egy másik pályázatának köszönhetően egy inkubátorház épül majd a város külterületén, melyben több szakmai csarnokot alakítanak ki, így segítve a kezdő vállalkozók elindulását. Közel 600 millió forintot nyertünk egy másik toppos forrásból, ez egy vállalkozói inkubátorház építése lesz. A Újfehértói úthoz közel, a Porosladány düllőn van egy önkormányzati egy hektáros terület, és ide fogunk építeni egy logisztikai raktárat, logisztikai központot, illetve négy kisebb üzemet. Tehát lesz benne asztalos üzem, lakatos műhely, és
egyéb műhelyeket fogunk építeni, irodával és megfelelő infrastruktúrával kiépítve. Ez az a cél, szeretné szolgálni, hogy akár kezdő nagykállói vállalkozók, vagy esetleg átmeneti hely, tehát helyiek kapcsolatos nehézségekbe ütköző vállalkozók, tehát nagykállóiak, akik itt vállalkoznak, ide 2-3 évre megkapnák ezt a kis üzemet, és kedvezményes béleti díjjal, illetve kedvezményes rezsiköltséggel tudnának vállalkozni. Az inkubátorház előreláthatólag 2018 végéig készül el teljesen. Az eddig gyengébben teljesítő Gyula együttesét fogadta a Sunshine Nyikse a férfi kosárlabda NB2-ben. A két csapat közötti helyezés különbség a pályán is kijött, és a fiatalokat is bevető Nyikse 103-72-es sikert aratott. Pénteken igazi rangadó vár Kovács Tibor fiaira, hiszen a tavalyi második Cegléd lesz az ellenfél. Igen, jó előjelekkel várta a Sunshine Nyikse a Gyula elleni találkozót, hiszen mind a bajnokságban, mind pedig a HEP kupában maga biztosan menetel Kovács Tibor együttese. A vendég gyulaiak pedig előzetesen nem ígérkeztek túl nagy falatnak, a győzelem elvárható volt a Nyiksétől. A nyíregyházi kosarasok azonban nem vették félváron a mérkőzést, teljes játékerővel képviseltették magukat a pályán, és az első negyedben már 23 pontos előnyt szereztek. Szavicsi és Asztalos aztán pihenőre vonult, az előny azonban tovább dagadt, 42 pont is volt már a különbség a Nyikse javára. A harmadik negyedtől még több fiatal kapott lehetőséget a bizonyításra és a tapasztalat szerzésre, ez a játékképén is tükröződött, hiszen fentebb jött a Gyula, bár hátrányát nem volt esélye ledolgozni, csupán 31 pontra faragni, így a vége 103-72 lett a Nyikse javára. A pontszerű eredmény azt mutatja, hogy sima mérkőzés volt. Igen, az is volt lényegében, de nagy tanulságú szolgál mindegyikünk számára, vezetők, edzők, játékosok számára ez a mérkőzés, mert eddigi mérkőzéseken a csapat úgy játszott, ahogy úgy elvártuk. Itt is volt egy fél idő, ahol a megfelelő szerkezetben és a megfelelő játékosokkal teljesítettük az elvárt kívánalmakat. A második fél időben szerettünk volna, meg nem csak szeretünk, lehetőséget is adtunk azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebbet szerepeltek, olyan poszton bizonyítsanak, ahol esetleg későbbiekben tudunk rájuk számítani. Hát finoman fogalmazva döcögött a szekér, de ezből tanulnunk kell mindegyikünknek. A következő mérkőzésen egy igazi rangadó vár a Nyikse csapatára, hiszen a tavalyi második, a Cegléd lesz az ellenfél. Tudjuk, hogy milyen ellenfél vár ránk, azt tudjuk, és ezt azt gondolom, el is mondhatjuk, hogy hazai pályán mindenféleképp szeretnénk nyerni, de a realitás azt mutatja, hogy egy nagyon jó csapat, és talán tőlünk csapatilag, mert egy-két játékos nálunk is azért tapasztalt, és sok mérkőzésre megjárt, és nagyon jó játékos. A maga korosztályban és osztályában viszont az ellenfélnél sok olyan játékos van, aki NB1A-ban, illetve NB1B-ben szerepelt nagyon sokáig. A tudás, illetve a tapasztalat csapatszinten az ő irányukban mutat, viszont ez csak egy dolog, mi szeretnénk úgy készülni, meg úgy teljesíteni, hogy ezt felborítsuk, ezt a jellegű papírformát. Aztán senyik se pénteken este fogadja a hazai pályán a Cegvédet. Nem sikerült eddig pontot szereznie a nyíregyházi tekéseknek a férfi szuperligában. Legutóbb a Balogunyom otthonában maradt el a siker. Szombaton az Ajka érkezik a Szabolcsi megyeszékhelyre. Ellenük már mindenképp győzelmet remél a nyíregyi teke csapat. Most már a pontszerzés elengedhetetlen a nyíregyházi TK számára, hiszen eddig egyet sem sikerült gyűjteniük az idei szezonban a férfi szuperligában. Az Ajka ellen sem lesz ezúttal könnyű feladatuk szombaton fintáiknak, hiszen igen jó formában van ellenfelük eddig. Tavaly hazai környezetben nem sikerült a győzelem az Ajka ellen, idegenben egy döntetlent azonban sikerült elcsípniük a nyíregyházi tekéseknek, akik most már megszakítanák rossz sorozatukat. Számunkra viszont most már lassan a győzelem felé kell menekülni, ennél minden esélyünk megvan, azt lehet mondani, hogy minden játékos rendelkezésére áll majd a Hakker Dezső játékos edzőnek. Több játékosunk most már egész jó formában lendült, kisebb-nagyobb betegségek, húzódások azért hátráltatják a egyes játékosoknak a felkészülését, de nagyon bízunk benne, hogy hétvégén egy 3400 fát valahogy sikerül összehoznunk itt hazai pályán, amivel mindenképpen partiba lehetünk, és abszolút három esélyes mérkőzésről beszélhetünk abban az esetben.
a 3400 fa pedig idén kifejezetten jó teljesítmény lenne a nyíregyi csapattól, akik ugyan pont az Zalaegerszeg ellen már 3300 fa felé is eljutottak. Úgy gondolom, hogy erre már nagyon komoly esélyünk van. Gondolok itt, hogy egy jó formában lévő Mogyorósi Péter, azért egy Kastura Zsolt is néhány héttel ezelőtt egyéni csúcsot dobott edzésen. A Kedeső eddig is jó formában volt, még mellette a Szegő Levente is. Bízom benne, hogy nekem is sikerül egy nagyon jó eredményt összehoznunk, és akkor még a Péter Dávid jó formában lévő 560-as eredményét várjuk, és akkor ebbe az esetben tényleg azt lehet mondani, hogy a 3400-at mindenképpen meg kell, hogy üsse ez a nyíregyházi csapat. A pontszerzés pedig az önbizalom növelés szempontjából is jól jönne az együttesnek, hiszen eddig a nehezebb összecsapásokat letudták már, és Finta Zoltán szerint most kezdődik számukra a nyerhető mérkőzések sora. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 300 000 ember dolgozik a turisztika területén. A maga számadat is bizonyítja, hogy jelenleg ez az egyik legjobban fejlődő ágazat Magyarországon, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A belföldi turizmus élénkült a legjobban az elmúlt években, ezért a megyei közgyűlés egy 50 megvalósítási helyszínt érintő turizmus fejlesztési stratégiát dolgozott ki. A tavalyi rekordhozam ugyan elmarad a megyében, azonban az idei hektáronként 78 mázsás átlag termés is jónak mondható a kukorica esetében. Ugyanez a tendencia tapasztalható a napraforgó termés mennyiségét illetően is, tájékoztatta híradónkat Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke elmondta, a nyári hőség és az acályos időjárás itt is éreztette negatív hatását, azonban a kultúrnövény minősége és felvásárlási árával elégedettek lehetnek a gazdák. Új polgári perrendtartás lép hatályba 2018. január 1-én. Ez alapjaiban változtatja meg a polgári perek szabályait hazánkban. Az új jogszabály célja a perek lerövidítése és a bírósági gyakorlat törvényi szintre emelése. Évente mintegy 1,5 millió ügyet kell tárgyalni a bíróságoknak, ezek közül több százezer a polgári peres ügy. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 1-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!